Köszöntöm kedves nézőinket a Navigátorban, Magyarország első egyetemének híreivel, a jubileum évben utoljára. Dr. Honoris Causa címet vehetett át a Pécsi Tudományegyetemen Donald Tusk. Donald Tusk a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora. A Pécsi Egyetem szenátusa Dr. Honoris Causa címet adományoz, azaz tiszteletbeli doktorrá avatja azokat a bel- és külföldi személyeket, akik több évtizeden keresztül kiemelkedően művelték tudományterületüket, nemzetközi elismerésre tettek szert, szoros kapcsolatot tartanak fenn egyetemünkkel, komoly szolgálatot tettek annak, illetve a magyar tudománynak és művészetnek, és Honoris Causa doktori címmel történő elismerésük egyetemünk megbecsültségét emeli. Mindezek értelmében díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülés keretében dr. Honoris Causa címet vehetett át Donald Tusk, lengyel politikus, az Európai Tanács elnöke, a Lengyel Köztársaság korábbi miniszterelnöke. Az eseményen elhangzott, Donald Tusk egy történész végzettségű lengyel politikus, akinek mind hazai, mind európai életműve szorosan kötődik a magyar, valamint a regionális és európai történelemhez, és méltó arra, hogy elnyerje a Pécsi Tudományegyetem díszdoktori címét. Ő volt az első olyan európai politikus, akinek kelet-közép-európaiként egy nem könnyű korszakban vezető szerep jutott az Egyesült Európa élén, és egyben egyike azoknak az európai államférfiaknak, akik mindig is segítették a visegrádi országok együttműködését. Mindemellett Tusk sokat tett a hagyományosan jó magyar-lengyel kapcsolatok elmélyítéséért és kibővítéséért, valamint aktív résztvevője a Lengyel-Magyar Barátság napjának is. A szemeszter utolsó adásának stúdió vendége Bódis József rektor úr, akivel a 2017-es évről beszélgetünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszöntöm Önt is és a nézőket is. Mi történt tehát idén? Hogyan értékelni a jubileumi évet? Egy mondattal sikeresnek. Lassan a végéhez közeledünk. Úgy látom, hogy azok a tervek, amelyeket annak idején összeállítottunk, azok jobban sikerültek a megvalósítás során, mint ahogy terveztük, és elsősorban arra gondolok, hogy az egy dolog, hogy ünnepeltünk, meg sok mindent fölelevenítettünk az egyetem múltjából, de sikerült olyan tartalmi elemekkel megtölteni, ami egyben üzenet a jövő számára. Én azt gondolom, hogy emelt fővel vállalhatjuk egyrészt a gyökereinket, ami ma már 650 év, vállalhatjuk a jelenünket, hiszen egyrészt sikerült megtörni a hallgatói létszámcsökkenést, külföldi hallgatói létszámban nagyon jelentősen tudtunk előrelépni, a különböző megmérettetéseken jól szerepeltünk, szép sikereket értünk el pályázati vonalon, vannak fejlesztési terveink, sőt már fejlesztések közepette vagyunk. Azt gondolom, hogy az év maga sikeres volt minden tekintetben, másrészt tudunk egy olyan alapról indulni a jövő felé, amely hosszú távra meghatározhatja az egyetem életét. Milyen beruházások kezdődtek meg és zajlanak jelenleg az egyetemen? Ugye a beruházásaink kapcsán muszáj említenem a Modern Városok programját. Számos kisebb beruházás már vagy megtörtént, vagy a vége fele tart, és hál' Istennek ennek a legnagyobb horderejű lépése is jó úton halad, hogy el tudjon indulni, és a megvalósítás következzen, ez az orvosi kar kampusza. Tekintettel arra, hogy az egész nemzetközi esítési programot ez az orvosképzésbeli idegen nyelvű képzés alapozta meg, az ottani sikerek hívták fel a kormány figyelmét ennek a jelentőségére, és ennek köszönhetjük, hogy kaptuk ezt a jelentős beruházást.
Fontos, hogy ez a napi gyakorlatban is meg tudja jelenni, hiszen ott fizikai korlátai vannak a fejlődésnek és fejlesztésnek, de természetesen ebből a programból más karok is profitálnak, megújulnak részben vagy egészében is, és azt is el kell mondanom, hogy egy jelentős fejlesztési program van előkészítés alatt a klinikai központ tekintetében. Úgy gondolom, hogy mindez jó, és az is nagyon jó, hogy azokon a karokon, ahol korábban nem volt, vagy csak jelentéktelen arányban volt idegen nyelvű, illetve nemzetközi jellegű képzés, ott egyre komolyabb formában jelenik meg, és azt gondolom, hogy hosszú távon meghatározza akár a kar, akár az egyetem életét. Milyen eredményeket sikerült elérni nemzetközi viszonylatban? Ezek mindig relatívek. Az, hogy sok helyről jöttek, sok helyre megyünk, nagyon széles körű kapcsolatrendszerünk van, ez természetes, hiszen a Pécsi Tudományegyetem a maga több mint 50 idegen nyelvű képzési ajánlatával, már szaktekintetben, és a jelenlevő külföldi hallgatói létszáma a nemzetközi egyetem, de ezt már rég meghaladtuk. Amikor a hallgatói létszám arányát tekintve, a külföldi hallgatók aránya meghaladja a 10%-ot, az nemzetközi egyetemnek számít. Ugye nálunk a 20 ezer körüli hallgatóból több mint 4 ezer külföldi, tehát bőven fölötte vagyunk, de a cél az, hogy ez tovább erősödjön, szélesebb spektrumban jelenjen meg, és ez önmagában siker. Siker, hogy a jubileumi rendezvényeink kapcsán nagyon neves és nagyon fontos külföldi tudósok, a kulturális élet szereplői jelentek meg, de számos olyan kiadvány jelent meg, ami egy keresztmetszeti képet ad, egyrészt, másrészt visszatekintést az egyetem múltja vonatkozásában, és egyben egy bemutatót is jelent a jövő számára. Hamarosan új rektort választ a szenátus. Hogyan fog majd lezajlani a váltás? Mire lehet számítani az átállás időszakában? Én abban bízom, hogy a szenátus hoz egy bölcs döntést, utána az lesz a feladatunk, hogy a szenátusi döntés legyen a végleges, tehát a fenntartó fogadja el, és a szenátus által megválasztott rektorjelöltből legyen a rektor. Azt gondolom, hogy az átállás az zökkenőmentes lesz, mert bármelyik rektorjelöltből lesz a rektor, egyrészt akarják ezt a funkciót, másrészt készülnek a feladatra, én pedig készülök arra, hogy a lehető legteljesebb mértékben a tapasztalatokkal is kiegészítve mindent az egyetem és az intézmény érdekében a lehető legzökkenőmentesebben átadjak. Önnek milyen tervei vannak még a következő szemeszterre és azutánra? Az természetes dolog, hogy egy intézmény életében vannak periódusok, és egy ember életében is. Nekem nagyon megtisztelő volt, hogy ezekhez a feladatokhoz hozzájuthattam. Minden feladatot komolyan vettem, igyekeztem az intézmény presztízséhez méltóan megoldani. A hátralévő fél évre is ez lesz a jellemző. Nem hiszem, hogy ezen tudnék, meg akarnék változtatni. Fontos, hogy az egyetemünk tovább tudjon jó minőségben élni, dolgozni és fejlődni. Köszönjük szépen a beszélgetést, rektor úr! Én köszönöm. Egyetemi hírekkel folytatódik a Navigátor. Intenzív terápiából kardiológia. Kónyi Attila, a Pécsi Klinika egyetemi adjunktusa, a katéterezésbe szeretett bele, így váltott szakmát. Immár 20 éve dolgozik invazív kardiológusként a szívgyógyászati klinikán, ahol szívkatéterezéseket, pacemaker beültetéseket végez. A szakma, a kardiológia nagyon-nagyon sokat változott az elmúlt 20 évben, illetve a szívsebészet és a kardiológia ötvöződni kezdett azáltal, hogy a kardiológia, az invazív kardiológia nagyon sok mindent átvett a szívsebészettől, illetve sokkal szorosabbá vált a két szakma. Ez azt jelenti, hogy most már ugye nem csak a koszorúér beavatkozásokat tudjuk katéteres módszerrel megoldani, hanem akár már billentyű beültetéseket is katéteres módszerrel végzünk. Tehát igazából a mi
repertoárunk úgymond nagyon kiszélesedett és invazív irányba ment el, tehát egyre több mindent meg tudunk csinálni. Nekem ezért is szívemcsücske ez a szakma, mert ugye még régen gondoltam, hogy esetleg sebészként, tehát mindenképp valami invazívabb dolog felé szeretnék orientálódni, és most ez a szakma tulajdonképpen már ötvözi magát a szinte a sebészi beavatkozást és a kardiológiának a hagyományos területét is. Tehát egy gyönyörű szakma, én úgy gondolom, más nem is hiszem, hogy tudnék csinálni. Pedig a feladat nem egyszerű. Sok a beteg, így sok a munka. A szív- és érrendszeri megbetegedés a leggyakoribb halálokozó. Hazánkban a halálozások több mint feléért ezek a betegségek felelnek. Keveset sportolunk, egészségtelenül étkezünk, és meg annyi káros szenvedéllyel tesszük ugyanis próbára egészségünket. Pedig a megelőzés a legjobb eszköz. A futás, és nem csak a futás, hanem az összes sport, az nagyon-nagyon egészséges, nagyon jót tesz a szervezetnek, és igazából azt látjuk, és ez tényleg így van, hogy aki rendszeresen sportol, aki odafigyel az egészségére, az annak a betegségek előfordulása jóval kevesebb, kimenetele sokkal pozitívabb, tehát mindenképp a sportot azt minden áron és nagyon nagy erőkkel kéne a lakosság felé sugallni, hogy ténylegesen sportoljanak. A szakorvos maga is mindenféle sportot kipróbált régebben, aztán egy hosszabb szünet után 5-6 éve kezdett el újra rendszeresen mozogni. Mivel nagyon sok a stressz a munkánk során, ezért valami olyan sportot kellett választani, ami azért ezt jól levezeti és kiadja úgymond a feszültséget az emberből, és ezért hát én mindig is nagyon szerettem futni, tehát adott volt, hogy a futás az, amit választok, és hát az az a sport, amit igazából bármikor lehet csinálni, tehát az ember munka után, akár este, család ellátása után hazamegy, akkor is el lehet még, ha van rá ereje és ideje, akkor el lehet még menni futni, és hát én nagyon-nagyon szeretek futni, és ez az, ami tulajdonképpen mindig túl lendít a mindennapok nehézségein. A család és a kórházi ügyeletek mellett ez egy héten kétszer-háromszor fér bele az idejébe. Hétköznap rövidebb, 10-12 kilométeres távokat, hétvégente pedig 25-30 kilométereket is fut. A versenyeket azonban, mert hogy azokon is részt vesz, szigorúbb felkészülési időszak előzi meg. Én általában úgy szoktam, hogy magamnak erőre megírok egy edzéstervet, tehát akkor mindenképp növelni kell a távolságot, meg ugye akkor azért nincsenek azok, ami nem verseny előtt, hogy az ember néha ugye a lustaság miatt kihagy egy-egy edzést, de hát ez a verseny előtt természetesen ilyen nincsen, tehát akkor be kell ezt tartani. Növelni szoktam az edzéstávot, meg hát odafigyelek, hogy tempós edzések is legyenek, tehát időnként gyorsaságra megyek rá, tehát inkább gyorsabb tempókkal futok és kevesebbet, tehát megvan ennek a szépen felépített tervezete, és nagyon lényeges, hogy közvetlenül verseny előtt pedig mindig hagyok egy hosszabb, mondjuk egy egyhetes pihenőt, amikor azért hát már az ember, ahogy korosodik, a regenerációra nagyon oda kell figyelni, tehát legalább ugyanolyan fontos a regenerálódás, mint maga a jó felkészülés. Legutóbbi megmérettetése több éves előkészületet igényelt. Idén a New York City Marathon futóversenyen kapott ugyanis indulási jogot. Az a hangulat és az, hogy az ember körbenézett és a világ minden tájáról, tehát Argentinától, Bolíviától, Csehországig, Angliáig, tehát mindenhol körülöttem a világ különböző országából induló futók, hát ez egy fantasztikus érzés volt. És amikor a startvonalhoz de fölálltunk, és ugye az amerikai himnuszt elénekelték élőbe, és ágyúszóra indultunk, hát ez az ember beleborzongott szó szerint, tehát fantasztikus volt. És ami még egy óriási élmény volt, az, hogy amit még nem tapasztaltam soha, hogy az egész 42 kilométer alatt az utcákban végig hömpölygő tömeg, és mindenkit éltetett, élő zene mindenhol, és tehát egy olyan hangulata volt, mintha egy ilyen fiesztán futott volna az ember, fantasztikus volt. Hát és a befutó a Central Parkba, hát az pedig hát tényleg felfoghatatlan élmény, tehát az ember csak ott állt, hogy úristen, most tényleg itt vagyok. Nagyon-nagyon nagy élmény volt. A 70 ezer induló között futni tehát egy életre szóló élmény, bár nehezen kivitelezhető. Az idén 50 éves pécsi futónak a nagy tömegben, a kitűzött 4 órán belül nem sikerült célba érnie. Végül 4 óra 14 perc lett az eredménye. Ami azonban cseppet sem szomorította el, sőt sportolóként és orvosként is bátorít mindenkit, hogy vágjon bele, hiszen soha semmilyen körülmények között nem késő elkezdeni. Pécset mutatták be a Parázs a szívnek című mozifilmet.
A rendező Vámos Zoltán, a pécsi orvoskar volt hallgatója, jelenleg is a Pécsi Klinikán praktizáló orvos Izzik a Galagonya című művét vitték vászonra. A film sok szállal kötődik városunkhoz és egyetemünkhöz, a készítők, szereplők és a helyszínek tekintetében is. Azért itt mutattuk be a filmet, mert ez az egy pécsi film. Tehát itt a Pécsi Tudományegyetem volt az egyik, hát hívjuk most már így koprodukciós partner, tehát ők volt az egyik legnagyobb, leggálánsabb támogatóink, de a Pécs város is mellénk állt. Úgyhogy tulajdonképpen nem akartuk didaktikusan csak ide komponálni a teljes filmet, úgy gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha egy része lenne. Tehát, hogy szerep szerint korábban itt végzett doktornő visszajön egy konzultációra Pécs, és akkor ebbe a városba eltöltenek egy-két szép napot, és tulajdonképpen ezt fogalmaztuk bele a filmbe. Így egy olyan történet jött be, ami tulajdonképpen egy kirándulás, amiért érdemes Pécsre kerülni. A stáb is élvezte az itt töltött időt. Nagyon munkás volt a forgatás, tehát nagyon feszítetten dolgoztunk, de nagyon jó kis csapat jött össze. Hát Pécsen meg kifejezetten csodálatos volt, hogy itt több külsőnk is volt, azt hiszem, ott a Dzsáminál, az egy nagyon szép helyszín volt, meg jó volt csinálni igazából. Én szeretem Pécset, úgyhogy nekem jó volt ide lejönni, mondjuk, hát csináltuk itt az államvizsgánkat egyébként, ami tényleg a Pergünt volt, csak a Zsolnai negyedben, de és tényleg az osztálytársam egy fa volt, mint Dovre, úgyhogy volt honnan meríteni. Pécs ugye nekem egyfelől az öcsémet jelenti, aki itt él, másfelől a posztot. Úgyhogy hát jó volt itt lenni, nagyon. Én nagyon megszerettem a filmezést. Én alapvetően színházban játszom többet, és sokkal jobban éreztem magam filmen. Így beleszerettem a dologba, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. A 650 évvel ezelőtti Pécsi Egyetem alapítás jubileuma adott lehetőséget arra, hogy a mai Pécsi Tudományegyetem egy ilyen alkotásnál is bábáskodhasson, mint oly sok tudományos, kulturális esemény alkotás esetében tette azt az évben. A Parázs a szívnek a Pergünd 21. századi élvezhető, szerethető formája, mely szinte mindenkihez szól. A romantikus történet januártól megtekinthető lesz a mozikban. Na, csokoljanak meg! Hát, te aztán! Na jó, maximum egy puszit. És te felugorhatok? Nem leszek otthon. Ó, dehogy nem. Nincs is más választás. A Pécsi Tudományegyetem sportirodája a jubileumi év zárásához közeledve rendezte meg a PTE 650 sporttalálkozót. Ennek keretében 4 egyetem hallgatói 4 sportágban mérkőzhettek meg egymással. A debreceni, a kaposvári, a pécsi és a szegedi egyetemek férfi futszál, női kosárlabda, vegyes röplabda, valamint cheerleading kategóriákban versenyezhettek. Minden sportágban győztest hirdettek, melyek közül a hazaiak a cheerleading kategóriában bizonyultak a legjobbnak. Összesítésben első helyen a Kaposvári Egyetem végzett, melyet ugyanannyi ponttal a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetem követett.
Boldog szülinapot, PTA! 1367-ben Pécsett alapították Magyarország első egyetemét. A 650. évfordulót a hallgatók nagyszabású jubileumi szemeszterzáró fesztivállal búcsúztatták. Mindig egészségére! Csak az RTK! Azt kívánom a PTA-nek, hogy még legalább 650 évig álljon ugyanilyen fényesen. The happiness for the university. Boldog szülinapot! Boldog születésnapot! Én nagyon sok piát szeretnék kívánni. Sok kettest a diáknapot! Az biztos. Azt nem is lehet kívánni. Ez a legfőbb. Még 650 évet! Az, hogy mindenki érezze magát fantasztikusan, és egy nagyon jó estét a mai napra, mert nagyon jól meg van szervezve eddig, és reméljük, hogy így fog folytatódni. Jól folytatódott. Az este főszereplője Ellen Walker norvég lemezlovas volt. A mindössze 20 éves DJ legnépszerűbb felvétele közel 1,5 milliárdos megtekintést tudhat magáinak a legnépszerűbb videó megosztó csatornán. Nem csoda hát, hogy a pécsi közönség is óriási lelkesedéssel fogadta. I really want to meet Alan Walker. Azt szeretném kívánni, hogy még 650 évet éljen meg az egyetem, még legalább 650 ilyen jellegű bulit. Happy birthday! 650 ezer pécsi sört! Hogy még legalább ennyit fennálljon és éljen. Happy birthday for PTA! Örülök, hogy itt lehetek, a legjobb egyetem az országban. Hajrá PTA! Boldog születésnapot PTA! Köszönjük, hogy ilyen király rendezvényt csinálsz nekünk. Mindenki pécsi akar lenni. Kedves nézőink, adásunk utolsó perceiben az egyetemi koncert ünnepi műsorának egy részletével szeretnénk megköszönni egész éves figyelmüket. Én magam és az UNIF TV stábjának nevében kívánok Önöknek kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet. Tartsanak velünk jövőre is!